természetesen a tudománynak van valamennyi tapasztalata arról, hogy a home office-nak milyen előnyei és milyen hátrányai vannak. Tudjuk azt, hogy érdemes egy olyan helyet választanunk a lakásban, amit csak munkára használunk. Tudjuk azt, hogy érdemes felöltöznünk úgy, mint ahogy a munkahelyünkre is bemennénk. Ugyanakkor nem lehet ezeket a korábbi ismereteket ebben az új keretben elhelyezni, hiszen ez egy teljesen új, nagyon sok szempontból más, és nagyon sok szempontból nehezebb helyzet, mint az eddigi home office helyzetek voltak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk azokat a kollegiális kapcsolatokat, amik eddig megvoltak. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk, és ne csak a munkáról beszélgessünk, hanem ugyanúgy, ahogy eddig odaálltunk a kávéfőző mellé, ugyanúgy ezt meg tudjuk tenni az online térben is. És meg tudjuk beszélni a nehézségeinket, meg tudjuk beszélni a problémákat, és kiemelten fontos most ebben a helyzetben, hogy visszajelzést adjunk egymásnak, mi meg tudjuk könnyíteni azt, hogy mindenkinek az egyéni fejlődése ebben a home office helyzetben meglegyen, és a saját medrében jól tudjon haladni.